A dizájn végső célja maga az ember, mondta Moholy Nagy László, a világ egyik legismertebb magyar képzőművésze, ipari formatervező, utalva ezzel a dizájnerek hatalmas felelősségére, az épített környezet alakítására. A Design Hét Budapest idén az ember és a dizájn közötti kapcsolatrendszer sokrétűségét állította a középpontba. Ez a legizgalmasabb kérdés, mikor az ember fölteszi magának azt, hogy mitől vagyok boldog. És semmi mást. Mitől vagyok boldog, mik az én lehetőségeim, elfelejtem, hogy a szomszéd mit gondol, más mit gondol, nyilván, ha egy családban vagyunk sokan, mitől vagyunk boldogok, és ha ezt egy büdzse térszervezés és egyéb praktikus szempontok alapján átélhetjük, hát ennél nagyobb öröm nincs. Nem kell nagyon formálisnak lenni, nem kell túl szép anyagokat választanunk, a térre kell koncentrálnunk. A térre, a fényre, a hangokra, az arányokra, és azért például, ha valaki lakást vesz, akkor a lakásválasztásnál is ez a jó, ha először ezt érzékeli, hogy az az üres tér mennyire hasznos. Egy üres tér sokszor kész van, hogyha az jó tér. Tehát Design Hét van, és akkor ilyenkor gyakrabban gondolkodik az ember azon, hogy mi is a design, mit jelent a design. A design az egy óriási lehetőség a mindennapi életünk formálására. Mi is sokat ezen gondolkodtunk, mert ez állandóan följön, és azon a bosszantó tényezőn szokott följönni, hogy azt hiszik az emberek, hogy ez egy egyszerű esztétikai fogalom, és pont ezért a luxussal társítják, ami óriási hiba. Ma állandóan változik az életmódunk. Az, hogy hogyan élünk, hogy hogyan dolgozunk, hogy hogyan vannak a közösségi életünk, az 10 évvel ezelőtti viszonyhoz képest teljesen újra formálódott. Ha ezt stratégiailag meg tudjuk fogalmazni, és a design eszközével le tudjuk fogalmazni, vagy vetíteni, mint egy alkotási folyamat, akkor a design elkezd működni. És akkor nézzünk meg mondjuk ezt a széket itt mellettünk, hogy ebben mit lát bele egy dizájner, én naív szemlélődőként. Igen. Egy érdekes formájú széket látok, amiről nem tudom levenni a szemem. A szék az egyik legerősebb közvetítő eleme ezeknek a bizonyos tendenciáknak, mert a kommunikációban mit hogy csinálunk, az úgynevezett ülés, és az ülésnek a fogalma állandóan formálódik. A szék az átlagember számára egy valami, amire le tud ülni, egy funkcionális valami, de hogyha ezt jól helyezzük el, és úgy helyezzük el, és olyan, akkor az elkezd élni, elkezdi berendezni saját maga által a lakást. Igen. A szék ennél az is fontos valóban, hogy mennyire használjuk és mennyire látjuk. Rengeteg pozíció van, amikor a székre szükségünk van, akár csak 5 percre vagy 10 percre, soha nem többre, de a szituációkból adódóan inkább erős vizuális szerepet tölt be, és ettől kezdve ez a funkció, meg az ergonómia, meg az esztétikai kérdések különböző megítélésben történnek. Nagyon érdekesek például a színek. A színek is sztorik. Ez a szín például világít. Tehát ez, ha megkérdeznék, hogy milyen szín, akkor azt mondanám, hogy fényszín. Mert ez a narancsárgán túlmutat. Ugye itt vannak a térben több narancsárga szín, ami nem világít. Ez az, amikor ennek a gondolatiságát veszük, és az, amikor valaki ezt megalkotta, ezt konkrétan le lehet írni, hogy körülbelül ez a szék, ez miről szól. Ami még nagyon-nagyon fontos, a humor, és az, hogy egy pozitív energia legyen. Ez a világító narancsszék a fehér lábbal, például nekem mint egy jó vicc, mint egy jó humor, de ez az a jó humor, amire 5 év múlva sem emlékszem.